2019. február 8-án itt vagyunk 60-ban a 60-i vasútállomáson, reggel 6 óra előtt néhány perccel dr. Homolya Róberttel, a MÁV vezérigazgatójával és Keresztes Péterrel, a MÁV HÉV vezérigazgatójával. Mint ismeretes, legalábbis a környékben élők bizonyára nagyon jól tudják, hogy a Budapest 60 vasútvonalon pályafelújítási munkálatokat végeznek. A munkálatoknak ez az 5. napja, van tehát tapasztalat. A kezemben van két boríték, két alternatív útvonallal, egy a közös bennük az, hogy Budapesten a keleti pályaudvaron találkozunk. Most azt nézzük meg, hogy melyik útvonalon mennyi idő alatt lehet eljutni. Arra kérném a vezérigazgatórakat, hogy húzzanak egy-egy borítékon, mutatjuk majd grafikonon is az útvonalakat. Budapest keletébe szeretnék egy teljes járó jegyet. Szia Péter, mi most már itt felszálltunk a vonatra, ti? Cinkotáról kérek szépen, hogy lassan indulunk Péterről. 7 óra 30 perc, megérkeztünk a Sodértérre. Óra 46 perc, megérkeztünk a megbeszélt találkozó ponthoz, Baross-szoborhoz. Mai napnak a tapasztalatai, hogy 60 állomásról időben elindult a busz, 60 állomáson én meg voltam elégedve az utastájékoztatással, tehát könnyen egy jegyváltás után megtaláltam, hogy honnan fog indulni a busz. A HÉV-re átszállás gyakorlatilag menetrendszeri volt, ezt hozzá kell tenni, hogy nyilván, hogyha a busz egy picit késik, akkor az ott lévő kereszteződés balámpa programokkal nem értem volna már el a HÉV-et. HÉV is megérkezett, ott egy picit sűrűbb utasforgalom jelent meg, ennek köszönhetően a HÉV-en keletkezett 1-2 perc késés, de alapvetően úgy látom, hogy az a negyedórás különbség, amivel hamarabb megérkeztünk, ez ennek a útvonalnak is ad egy alternatív lehetőséget. Ugye 6 óra után indultunk a 60 állomásról, és kevés a 8 óra előtt érkeztünk meg ide a keleti pályaudvarra. Én azt gondolom, hogy a vasúttársaság megfelelően felkészült erre a kizárásra és a vágányzára. Én szeretném megköszönni minden kollégának, aki részt vett, vagy részt vesz ebben a munkában, és az utasoknak pedig a megértésüket és a türelmeket szeretnénk kérni. Azon, hogy értük van ez a beruházás, és reményeink szerint, amikor decemberben vége van ennek a kizárásnak, és átadásra kerül majd későbbiekben ez az új szakasz, akkor valóban egy jóval kényelmesebb és gyorsabb utazást fogunk tudni biztosítani nekik. Azt gondolom, hogy mind az utastájékoztatás, mind a vonatpótlás, mind az átszállás a vonatpótlóbuszról a vonatra való átszállásnak az útvonala,
és az információkkal és a táblákkal való ellátás az mondom, hogy megfelelő, remélem az utasok is így látják. Péter egy reggeli, és kifizeti? Később értem ide a körén. Rendben legyen itt. Menjünk.